Jó napot kívánok! Jó napot! Nem tudom, megfigyelte, hogy forgalmi rendváltozás történt. Egyirányosították az utcát. Igen, úgy jöttem, hogy szoktam, nem figyeltem. Parkolni most már csak bal oldalon lehet, a jobb oldal a forgalomé. A közterület felügyelők és a kihelyezett jelzőtáblák is arra figyelmeztetnek, hogy megváltozott a Hallasi Csónak utca forgalmi rendje. Az utca a Bessenyei tér felől a fogászati rendelő irányába egyirányú lett. A képviselőtestületnek az illetékes bizottsága arról döntött a legutóbbi ülésén, hogy a Csónak utcát egyirányosítja, tehát a Bessenyei tér felől a fogászati rendelő irányába egyirányúvá vált a Csónak utca. Ez a korábbi hónapok tapasztalatai alapján született ez a döntés, hiszen össze-vissza parkoltak az ideérkezők, akár a rendelőbe, akár a kórházi dolgozók, illetve akinek erre volt dolga, és az két irányú egymással szembe menő forgalom sok esetben problémát okozott a jobbra-balra parkoló autók miatt. Próbálkoztunk azzal, hogy megállni tilos táblát helyeztünk ki az utcán, viszont akkor ugye a parkolás is ellehetetlenült, amire azért láthatóan igény van. Emiatt született ez a megoldás, hogy az utca egyirányosításával, a jobb oldalon kijelölt forgalmi haladósávval és a bal oldalon levő parkolósávval próbáltuk orvosolni ezt a kérdést. Akik erre járnak, azoktól fokozott figyelmet kérünk arra, hogy ugye az utca végén már nem lehet megfordulni, nem lehet a fogászati rendelő felől a Magyar utca irányába kihajtani, hanem a Víz utca és a Rét utca irányába kell elhagyni a Csónak utcát. A kerékpárosok számára az utca továbbra is két irányú maradt. Az utca szélessége és a forgalmi viszonyok lehetővé teszik azt, hogy a kerékpárosok a szembe forgalmat is használhassák, tehát kerékpáros forgalom szempontjából két irányú maradt az utca, a személygépkocsikra és az egyéb járművekre vonatkozik az egyirányosítás. A Csónak utcában a közlekedőktől azt kérik, hogy ne megszokásból, hanem a jelzőtáblák utasításait figyelembe véve közlekedjenek, illetve parkoljanak. A közlekedési beidegződések azért azok elég markánsak, tehát nehéz átállni egy más rendszerre. Ez most is látható volt, hogy továbbra is azért megfordultak az utca végén, szembe jöttek, nem azon az oldalon parkolnak, ahol kell. Itt a közterület felügyelő kollégák az első időszakban itt segítőkészen állnak hozzá ehhez, és nem büntetnek, hanem figyelmeztetik a szabálytalanul közlekedőket. Nyilván ez egy türelmi idő után ez el fog múlni, és akkor utána a büntetéssel kell majd kikényszeríteni az új forgalmi rendet. Nyilván az lenne jó, hogyha még a türelmi időben mindenki átszokna erre az új forgalmi rendre.